A riport érdekes eseményről szóló emberközpontú műfaj, amely a helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján az illetékesek megszólaltatásával készülő televíziós tudósítás. Készítője a riporter. Az rendben van, hogy 480 forint a benzin, de miért nincs ingyen? Lehet, hogy ez viccesen hangzik, de nagyjából ezen a síkon mozgott a baloldal szakértői hozzáállása a benzinár megfékezéséhez. Biztosan sokan emlékszünk azokra a politikai megnyilvánulásokra, vagy újságírói alkotásokra, amelyek arról szóltak, hogy borzasztóan drága az üzemanyag, és itt az ideje, hogy a kormány beavatkozzon. Na, amikor ez megtörtént, akkor kiderült, hogy ez sem jó. A közgazdaságtan bonyolult tudomány, amely megértését nehezíti ez a sok ellentmondás. Ebben a riportban azonban arra vállalkozom, hogy elmagyarázzam, miért is volt szükséges a benzin árának maximalizálása, és bemutatom azt is, hogyan teljesít a magyar gazdaság a koronavírus okozta gazdasági válság után. Kezdjük is! A kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy ennél, tehát 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolajára, de drágább nem. Abban bízunk, hogy ez a gazdaság számára segítséget jelent, és részben az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni. November 15-én meg is történt az ármaximalizálás. A benzinkutak oszlopain az eddigi 510 és 520 forintos árak helyett megjelent az új árszabás. Azt fontos leszögezni, hogy a benzin és a gázolaj nem csak Magyarországon drágult meg, hanem a világon mindenhol, hiszen jelentősen a korábban megszokott mértékhez képest 25%-kal emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Emiatt fordulhat elő, hogy a skandináv országokban 700 forintot kell fizetni egy liter benzinért, de Franciaországban, Olaszországban és Németországban is jóval többet, mint 600 forint. De a környező országokban sem nagyon találni 500 forint alatti üzemanyagot. Hogy miért az extrém magas ár, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk az időben, és fontos emlékezni arra, hogy a járvány kirobbanásakor 300 forint vagy annál is olcsóbb volt egy liter benzin. 2020 áprilisában, májusában történelmi mélypontra zuhant a kőolaj világpiaci ára, hiszen a járvány eszkalálódásának következtében olyan mértékben visszaesett a világgazdaság teljesítménye, hogy ez minden részére hatott, és így kihatott a kőolaj igényre is, és történelmi mélypontra, 20 dollárra ráesett barelenként a kőolaj jegyzésára. Ebben az időszakban lehetett Magyarországon is a kutaknál 300 forintos vagy 300 forint alatti üzemanyagárakkal találkozni. Hangsúlyoznom kell, ez extrém. Tehát nem ez a normál piaci árszint, nem ez a normál piaci elfogadható üzemanyagár. Erről az extrém mély pontról, erről a 300 forint alatti árszintről indulva folyamatosan emelkedett gyakorlatilag hazánkban is az üzemanyag ára, párhuzamosan a kőolaj világpiaci árával. Ahogy kicsit is rendeződött a helyzet, a kontrolláltabbá vált a járványügyi helyzet, újraindultak a gazdaságok, nagyobb lett a kereslet a kőolajra, folyamatosan emelkedett a világpiaci ár, ezzel párhuzamosan az üzemanyagok ára, úgy a nemzetközi kereskedelemben, mint itthon. Eljutottunk egészen az év augusztusáig. Augusztusban mindenki azt várta, hogy az olajkitermelők épp az igények folyamatos növekedése érdekében még nagyobb mértékben fogják növelni a kitermelést. Ennek ellenére az OPEC tagországok úgy döntöttek, hogy maradnak változatlan feltételek mellett. Ez a negatív hatás, ez a negatív döntés volt alapvetően az, amelyik robbanásszerű további áremelkedést okozott. Az üzemanyag árának maximalizálását sok kritika érte, miszerint torzítja a piacot, nehéz helyzetbe hozza a kereskedőket. Nem így és nem úgy kellett volna. Az első ilyen kritika az az volt, hogy mi szükség van erre az intézkedésre egyáltalán. Az, hogyha magasak az üzemanyagárak, az egy természetes következménye a piaci folyamatoknak. Én ezt kifejezetten egy cinikus kritikának tartom, pont azért, mert egy héttel korábban még ugyanezek a platformok számos alkalommal leírták, hogy ez miért probléma. Én azt gondolom, hogy ez a néhány ezer forint
ami a háztartásokat segíti, az nem szabad lebecsülni, az sok háztartásnak komoly támogatást fog nyújtani. De ami talán még fontosabb, hogy megállítja azt az inflációs nyomást, vagy legalábbis mérsékli az inflációs nyomást, amit a világszerte elszálló üzemanyagárak növekedése okoz, és így a vállalatok termelési költsége az alacsonyabban tartható, és nem fog begyűrűzni az árnövekedés a végfogyasztói árakba. Sokszor visszatérő kritika az is, hogy az üzemanyag áfáját kellett volna csökkenteni. Hortai Oliver szerint ezzel is óvatosan kell bánni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy ha csökkentem az áfát, akkor az ténylegesen leszivárog a végfogyasztói árakba ez az áfa csökkentés. Korábban tapasztalhattuk, hogy egy-egy áfa csökkentés az gyakran csak a kereskedői árések növekedését eredményezte. Az üzemanyag árának maximalizálása nem magyar sajátosság, ugyanis több országban is éltek vele, mint például a szomszédos Horvátországban. Csak ott ezt a szintet 11 kunában húzták meg, ami körülbelül 530 forint, de ott alapból is drágább volt a benzin. A pénzügyminiszter szerint a gazdasági újrainduláshoz rendhagyó megoldásokra is szükség van. Nyilván, amikor egy gazdasági újraindulás van a világon mindenhol, akkor az árak megugranak, a kereslet is megugrik. Ennek a következménye az, hogy az energiaárak kifejezetten gyorsan nőttek meg az elmúlt hónapokban. De abban bízik mindenki, hogy ha ez az újraindulás megtörténik a világgazdaság egészében, akkor az árak elkezdenek először oldalazni, aztán csökkenni is akár, tehát hogy ez visszarendeződik arra a korábbi szintre, ami a járvány előtt volt. Mi is ebben bízunk, ezért érdemes átmeneti intézkedésekkel segíteni a vállalkozásokat és a családokat. Ennek volt a következménye az, hogy a kormány úgy döntött, hogy hasonlóan egyébként más európai országokhoz, egy árstoppot vezetünk be az üzemanyag árakra, és átmeneti időszakra korlátozzuk ezt az árnövekedést. Ma döbbenten hallgattam a parlamenti bizottságban, hogy valami rosszat tettünk, úristen, csökkent 26 forinttal a benzinnek az ára, és ez is úgy tűnik, hogy valakinek rossz. Sőt, már volt olyan hozzászólás is, ami azon aggódott, hogy majd évek múlva ebből olyan probléma fog származni, ami sok 10 milliárd forinttal terheli meg az államkasszát. Hát ezek kicsit mulatságosak és ilyen kényszerszülte felvetések voltak. Úgy látszik, hogy ezzel is lehet azért fékezni és segíteni. Tehát egyszerre fékezni az árak mozgását és segíteni egyébként a gazdaságnak az újraindítását. Én azt gondolom, hogy mint ahogy ez Horvátországban például nem jelentett semmilyen gondot, nálunk sem jelent, azban kell bízni azért, hogy az energiaárak egy moderáltabb pályára fognak majd állni. Ha már az üzemanyag áraknál tartunk, akkor nem érdemes elmenni az Európát sújtó energiaválság mellett sem. Akkor a baj, hogy például Ausztriában már a hadsereg kidolgozta, hogy a várható áramkimaradások esetén milyen intézkedéseket kell megtenni. Németországban pedig a katasztrófavédelem készített egy videót, hogyha télen nem lesz gáz, akkor hogyan tudják fűteni az emberek a lakásaikat. Várhatóan hamarosan a német lakosságnak katasztrófavédelmi gyakorlatokat is tartanak. Európában jelenleg annak a kockázata, és különösen Németországban és Ausztriában, hogy egy hosszabb ellátási probléma legyen, az magasabb, mint amekkorát az elmúlt évtizedekben bármikor láthattunk. Ennek számos oka van, a közvetlen kiváltó oka az, hogy a koronavírus helyreállítás az a vártnál jobban sikerült, hirtelen nagyon megugrott a gazdasági aktivitás, nagyon megnőttek az energiaigények, és a kínálati oldal, amiben a korábbi évek alacsony árszintje miatt elmaradtak a beruházások, ezt nem tudta, nem volt képes olyan ütemben lekövetni, mint ahogy arra szükség lett volna. Ez a közvetlen kiváltók, és van egy másik ok, ami miatt az Európai Unió kifejezett rezsiválság vagy energiaválságba került, az pedig az, hogy az elmúlt 10-15 évben a bizottsági szakpolitika az lényegében leépítette
a közösség alkalmazkodó képességét. Akkor a kitettségünk egyrészt más nagy régióknak, másrészt külső időjárási körülményeknek, hogy az Európai Unió, és itt persze vannak különbségek az egyes tagállamok között, de általánosságban az energia, az Európai Unió, az nem képes alkalmazkodni megfelelő hatékonyan egy ilyen külső sok helyzethez. Amellett, hogy Európa nyugati részében energiaválság van, azt is fontos leszögezni, hogyha van nyersanyag, az iszonyatosan drága. Ami azt eredményezi, hogy borzasztóan megnőttek az árak, amelyeket a fogyasztók, vagyis az európai állampolgárok fizetnek meg. Ezzel szemben Magyarországon van energiaforrás, és európai viszonylatban mi fizetjük az egyik legkevesebbet érte. Évekkel ezelőtt a rezsicsökkentés 2013-14-es elfogadásakor kaptuk a bírálatok özönét, hogy ezzel aztán lehetetlenítesszük a piac normális működését, tönkre fognak menni majd a szolgáltatók, nem lesz, aki energiát szolgáltasson a magyar vállalkozásoknak, meg háztartásoknak. Hát eltelt azóta már ugye több mint 7 év, nem láttam, hogy bárki is tönkrement volna, köszönjük szépen, megvannak ezek az energiacégek, és azt se felejtsük el, hogy volt olyan időszak, nem is olyan régen, amikor a baloldal azt követelte, hogy ne legyen rezsicsökkentés, hanem a piaci árakhoz, a piaci folyamatokhoz igazítsuk hozzá az árakat. Hát látjuk most, mi történik, ahol a piaci árak egyik pillanatra a másikra úgymond be tudják törni az ajtót, be tudják rugni az ajtót, ott most a családoknak óriási problémát jelent egy-egy téli szezon előtt a szükséges fűtőanyag, a szükséges rezsinek a kifizetése. Magyarországon a családok védettek ezzel, hiszen az egyetemes szolgáltatási körbe tartoznak, ezért védettek az áremelkedés ilyen brutális hatásától. Persze az ellenzék ugye nem áll meg itt, hanem most azt kifogásolja, hogy a magyar kormány ugye miért kötött megállapodást az oroszokkal. Hát bocsánat, de nem az az első számú és legfontosabb dolgunk, hogy biztosítsuk az ország számára ezeket az energia szükségleteket. Tehát én azt gondolom, hogy most derül ki, hogy amíg más országban majd valóban az oktatófilmeket fogják nézni, ha lesz hozzá áram, addig Magyarországon ilyen problémákkal nem kell szembenézni, mert lesz elegendő villamos áram, és lesz elegendő földgáz is. A koronavírus járvány nem csak egészségügyi, hanem nagyon komoly gazdasági kihívások elé állította az egész világot. A járvány berobbanásakor emlékezhetünk, hogy olyan intézkedéseket kellett hozni, amelyek lényegében a gazdaság jelentős részének leállását eredményezték. A sikeres védekezésnek köszönhetően Magyarország, ahogy a közgazdászok fogalmaznak, egy V-alakú pályát tett meg, amely azt jelenti, hogy a hirtelen leállás után vissza is pattant. Magyarország gazdasági teljesítménye már olyan szinten van, mint a járvány előtti békeidőkben. Ez annak is köszönhető, hogy hazánkat olyan állapotban találta el a vírus, amikor a gazdaság stabil lábakon állt, és folyamatosan fejlődött. Amikor a jelen vagy a jövő fejlődési pályáit vázoljuk fel, akkor mindig érdemes egy picit visszatekinteni a múltba. Nagyon sok jelenbeli meg jövőbeli pályát a múltbéli események határoznak meg. És hát ugye azt láthattuk a Covid előtt Magyarországon, hogy jók voltak a gazdaság fundamentumai, a makrogazdasági mutatók többsége jól alakult. Úgyhogy fura ilyet mondani, de talán felkészülten várta Magyarország a járványt, nem érte meglepetésként, és hát úgy tudott, vagy úgy tud Magyarország a válságot kezelni, válságot menedzselni, meg az újraindítást menedzselni, hogy egyébként van alapja, tehát hogy van honnan indulni a válságkezelésnek. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy vannak nehézségek is, hiszen a hirtelen leállt, majd újraindult világgazdaság komoly ellátási problémákat okoz. Az is látszik, hogy vannak problémák is. Elszabadult az infláció, nem magyar jelenség. Magyarországon is magas, de nem csak nálunk magas. Látható az is, hogy többféle termékből hiány van, szállítási nehézségek vannak, tehát ez a vírushelyzet, ez most bár az első problémát talán sikerült megoldani, teremtett újakat. Meg kell oldani a magas energiaárakat, meg kell nyugodni a piacnak. Meg kell oldani ezeket a piaci surlódásokat, hiányokat, szállítási nehézségeket, és ez egyelőre azért nem tűnik olyan egyszerűnek. Az üzemanyag árának csökkentése nem csak a fogyasztóknak jelent könnyítést, hanem az inflációt is mérsékelte. Az októberi 6,5%-os inflációhoz képest 1,5%-os mérséklődés várható. Az inflációt is próbálja a baloldal magyar jelenségként leírni. Azonban a helyzet az, hogy az egész világon és benne Európában is ez a helyzet.
nem mondom azt, hogy korábban nem voltak Magyarországon ilyen inflációs szintek, mert voltak, sőt ennél magasabbak is voltak, de hát ezért az elmúlt 7-8 évben elszoktunk ettől, 3%-ot kicsit meghaladó, vagy az alatti inflációt láthatunk, tehát úgy nagyjából a jegybanki célnak felelt meg. Ugye voltak olyan évek, amikor még kismértékben negatív is volt az infláció. Az infláció emelkedésének több oka van, nőnek a világpiacon az energiaárak. Ugye ez Magyarországon a szabályozott hatósági energiaárak miatt a fogyasztóknál közvetlenül nem jelenik meg, de a termékek és a szolgáltatások drágulnak, hiszen többe kerül őket előállítani. A növekvő üzemanyagára az megjelenik, tehát itt az olaj árának emelkedése azok. Vannak magyarországi speciális hatások is, ez a magas kereslet, ez nem csak magyarországi specialitás, de talán nálunk még inkább, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, ugye ez egy uniós előírás, mi ebben egy kicsit le vagyunk maradva, talán rosszkor jött ez most nekünk az infláció miatt. Említettem, vannak hiánytermékek, vannak szállítási nehézségek. Ha egy-egy termékből nem tudnak előállítani eleget, akkor az fölfelé viszi az árat. Továbbra is tartjuk azt, hogy az elmúlt évek rekordnövekedése lesz az idén, várhatóan 6,7-6,8% körül. Kedden hallgatták meg Varga Mihályt a parlamentben, a Költségvetési Bizottságban. A pénzügyminiszter 10 pontban foglalta össze az elmúlt év gazdasági teljesítményét. Ez a 10 pont ez arról szólt, hogy tulajdonképpen a magyar gazdaságban nincs olyan terület szinte, amelyik ne az újraindításnak, a megindulásnak a lendületét hozná magával. Hát látjuk azt, hogy más országok még kínlódnak azzal, hogy a járvány előtti szintjüket elérjék. Magyarországon ez már júniusban megtörtént, már fölötte vagyunk, 8-9 ilyen ország van csak, és ebből fakadóan a többi területre is, akár béremelés, nyugdíjak megvédése, határvédelemnek a finanszírozása, mindenre a államháztartás, az államkassa megfelelően tudott pénzt fordítani. De a legfontosabb a növekedés, hiszen ha növekedés van, akkor több munkahely van, több jövedelem van, és azt érzékeltem, hogy tulajdonképpen a képviselők ezt, hát attól függően pártállások, hogy hol volt, köszönték meg, vagy próbálták kifogásolni, de alapvetően azért is volt két csendesebb bizottsági ülés ma, mert jók a számok, és a magyar gazdaság újraindult. Az idei harmadik negyedévben minden idők második legmagasabb gazdasági növekedését érte el a magyar gazdaság. Ennek a teljesítménynek köszönhetően várható az, hogy 2021-ben meg lesz az 5,5%-os gazdasági növekedés, ami után 2022-ben visszakapják a családok a befizetett személyi jövedelemadójukat, a 25 év alattiaknak nem kell majd esziat fizetni, visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, és 200.000 forint lesz a minimálbér. Ezt a teljesítményt még a valós képviselők sem tudták kétségbe vonni. Azt látom, hogy azt ők sem mondták kétségbe, hogy a gazdaság teljesítménye az rekordokat dönt, és azt sem mondták kétségbe, hogy ennek azért alapvetően nem egy egyszeri csettintés, hanem 10 év munkája az oka. Tehát 10 év erőfeszítése tette azt lehetővé, hogy legyen tartalékunk ezeket finanszírozni. Még érdekes módon már a baloldal részéről az is fölmerült, hogy hát van-e elegendő pénz mindezekre a programokra, nyugodtan alszok-e, mert a hiány egy kicsit nagyobb lesz, mint amire korábban számítottunk. Tehát sokszínű volt az ellenzéknek a hozzászólása, de alapvetően azt éreztem, hogy tulajdonképpen a fő kérdésekben nem tudják bírálni a kormányt, nem tudnak kötözködni, hiszen mindenki látja azt, hogy mind a térség, közép-európai térség, ami a gazdasági motorja kezd lenni az Európai Uniónak, mint pedig egy ilyen kelet-nyugati összevetésben Magyarországnak nincs szégyenkezni valója. A koronavírus járvány kezdeti szakaszában a korlátozások miatt munkahelyek szűntek meg. Azonban mivel Magyarországon munkaerő hiány volt, így aki akart, el tudott helyezkedni. Tehát egy nehéz időszak után is ma Magyarországon rekordmagas a foglalkoztatottság, ami azt jelenti, hogy 4,7 millió ember dolgozik. Ez majdnem 1 millió fővel magasabb, mint 2010-ben volt. Egyrészt volt egy ütőképes kormány, amely azonnal cselekedett. Tehát ugye ezt el szoktuk felejteni, hogy azért ez nem minden országban volt így, pláne ahol éppen választás volt, nem is volt éppen kormány, koalíciós kormányok szakadtak szét, a válság kiváltotta problémáknak a hatására, és így tovább. Tehát itt volt egy cselekvőképes kormány. Igen, most kiderült, hogy tulajdonképpen az, hogy kétharmada van ennek a kormánynak a parlamentben, és van egy megbízható többség mögötte, amelyik támogatja az intézkedéseket, az óriási lépés előnyt jelentett Magyarország számára.
A második, hogy egy alaposan végiggondolt gazdaságvédelmi intézkedés sorozat indult el. A költségvetésben megvoltak a források ehhez, 30%-át a GDP-nek tudtuk összecsoportosítani arra, hogy a munkahelyek megvédése, a beruházások támogatása, és mellette már olyan hosszú távú kérdések, mint a versenyképesség javítása is támogatást, segítséget kapjon. Tehát azt gondolom, hogy a politika és a gazdasági lehetőség itt most nagyon jól kapcsolódott össze, be tudtuk bizonyítani azt, hogy mi itt ebben a válság időszakban is képesek vagyunk mondjuk a beruházásokat magas szinten tartani, és hát ennek köszönhető az, hogy Magyarországon ez a válság tulajdonképpen egy sima V alakú volt. Jött a járvány, leállt minden, a gazdasági teljesítmény leesett, majd ugyanazzal a lendülettel föl is pattant, és most már, ahogy ön is mondta, fölötte vagyunk a 2019-es teljesítménynek. A bizottsági meghallgatás után kiállt sajtótájékoztatót tartani a baloldal is. Az elnököt, a DK-s Varjú Lászlót kérdeztem. Azt tudja, hogy 2021. szeptemberében hány ember dolgozik Magyarországon? Melyik évet mondta? Az idei év szeptemberében. 4.600.000 ember van. Mondjuk 4.700.000 kerekítve. 2010-ben mennyi? Én is kerekít, én is. 2010-ben mennyi volt ez a szám? 3.800.000 ember volt. Akkor ugye... Nem vagyok egy matek zseni, azt leszögezem önnel ellentétben, hiszen ezért a Költségvetési Bizottság elnöke, de hogy az 900.000 különbség, ha jól számolom. Annyi a különbség közöttünk, hogy a statisztikai adatokba beépítjük azt is, önök beépítették, vagy az elmúlt években beépítették. Én egy újságíró vagyok, én nem építettem semmilyen statisztikai adatban semmit. Köszönöm szépen, tehát beépült mindazok, akik egyébként külföldön dolgoznak. Tehát Varjú szerint azért lehet majdnem 1 millióval több munkahely, mert ők valójában külföldön dolgoznak, csak beleszámítanak a magyar statisztikai adatokba. Érdekes meglátás. A DK-s képviselőt megkérdeztem a költségvetésről is, amiről egyébként mindig markáns véleménye van. 2021. május 20-án az ATV-ben szerepelt egy műsorban, ahol arról beszélt, hogy a 2022-es költségvetés egy választási költségvetés. Nem tudom, hogy emlékszik-e rá, vagy fenntartja ezt az állítást. Most, hogy így említi, biztosan. Ezen logika mentén végignéztem azokat az éveket, amikor önök kormányoztak, ez 2002 és 2010 között volt, és bevallom őszintén, még elvétve véletlenül sem találtam olyan költségvetési hiányt, amely 3% alatti lett volna. Viszont találtam olyat, hogy 8,8%, 7,2%, 9,3%, 6,6%, tehát eléggé rossz számokat. Ugyanakkor, hogyha 2014-ben és 2018-ban megnézzük a költségvetési hiány számait, azok 3% alattiak, ahogy a Maastrichti kritérium ezt kívánja. Korrigálja a kijelentését, vagy akkor elismeri, hogy az önök kormányzása idején mindegyik év egy választási költségvetéssel működő év volt. Igen, fenntartom a korábbi állításomat, de ebből azt gondolom, vagy azt remélem, azt a következtetés szűri le, hogy jelen pillanatban ennek a kormánynak hibája az, hogyha olyan költekezéssel megy előre, ami igazából pótcselekvés. A költekezés alatt a 13. havi nyugdíjat, az SZIA mentességet a 25 év alattiaknak, vagy az SZIA visszatérítést? Most érti, vagy a 200.000 forintos minimálbér? Melyik a költekezés? Oké. Tegyük azt, hogy akkor most, ahogy az előbb mondtam, a Költségvetési Bizottság ülését követő sajtótájékoztatót bezártam. Szóval, ha kellemetlen a kérdés, akkor Varjú bezárja a sajtótájékoztatót. Szólásszabadság, ahogy ők szeretik. Egyik oldalon a 13. havi nyugdíj elvétele, a másik oldalon a visszaépítése. Adóemelés kontra adócsökkentés. A családi adókedvezmények eltörlése szemben a családok SZIA visszatérítésével. Rekordmagas 12%-os munkanélküliség Gyurcsány alatt és 4,7 millió munkahely most. Egészségügyi elvonások akkor, és egészségügyi és oktatási fejlesztések most. 6,6%-os gazdasági visszaesésből 6,8%-os gazdasági növekedés. Van még kérdés?